Üdv újra, itt vagyok. Én Najko vagyok, és folytatjuk a Seven Days to Die-t. És mint mondtam, leássunk. És hirtelen nem tudom, hogy ezek a rácsok csak így itt vannak, vagy vezet is valami lefelé. Ó, 6000-es durability, az kemény. Ez is 6000-es, szerintem akkor nem vezet. Mondjuk akkor itt lemegyünk majd. 6000-es, az azért... Oda basszós. Szerintem van nekem egy jobb csákányom. Ezt meg feljavítjuk. És akkor mehet a mehet. Hát ez meló lesz átütni, ha remélem csak a felszínen 6000-es, a többi már nem lesz ennyi. Kaja szintem nem egészséges lenne. Kajám nincs is annyira. Jó, Anzi, még jó állok kajából. Szerintem ez az első lesz csak 6000. Jó, sehol senki. Ez az első lesz ilyen nehéz, szerintem a következő már nem, de ha megszopat a játék, akkor... annak nem fogunk örülni. Szerintem ez csak textúra, nem igazi rács, mert akkor nem így kőhangon szólna. Csak textúra. Mindegy, itt vezettem le magamat, azt körbelévő blokkokat nem is szedem ki, mert ha be akar támadni bármelyik zombi, akkor legalább talán nem ugrik fel, de ezt kevésbé hiszem, mert elég jó ugranak itten. Nem ugorja át, de szerintem átfogja, de mindegy. Jó, aha, akkor ez egy felszíné volt. Jó, hát akkor... mindegy. Valami felszíni tereptágy volt, akkor még csak lesz egy 3000-es durability-s blokk. De legalább remélem, hogy akkor fejleszti a bányászatomat. Vagy nem. Aha, valaki jönne be. Valahol. Na nézzük. Aha, megszívott a játék. Még alatta is 6000-es. Jó, akkor szerintem ma jövök vissza, hogyha van valami. Ezen át tudok haladni, akkor visszajövök. Vagy valami történik. És ilyen mákom nincsen. Ások lefelé, és... és pont az a lagutamhoz. Hát ha ezt akartam volna, se tudtam volna szerintem így megcsinálni. Úgyhogy ez tökéletes, tök jó. Úgyhogy jó választás lesz az ez az épület. Oké, én azt mondom, hogy eddig frankok vagyunk, mindjárt 22 óra, és nem tudom, mit akartam megnézni. De a lényeg az, hogy szintet is növekedtünk, 38-ra, így a Quality Joe, a minőség már meg is van, úgyhogy ezt már fel is használom, és még maradt 6 pont, ami a bányászatra lenne jó. Bányászati eszközök, 74. Ez pont meg lenne a 80, és akkor a bányász szinten még tudnék emelni egyet, ami 25 pont. De nem fogom megcsinálni így, mert magától is ki fog alakulni. Elérem én magától is a 80 pontot. Viszont ami nincs, az alfalétra. Kell kb. 15-öt csinálok. Fával, hogy állok, ne 400, az még okés. És fakeret, ami nekünk kelleni fog, abból mondjuk, nem tudom, abból is csinálok egy 15-öt, mert kapásból nem tudom mennyi kellene. Milyen gyorsan pattog. Oké, és akkor szerintem meg is vagyok lejárattal, még nincsen 22 óra.
Azt nem tudom, honnan is jöttem, arról. Akkor, aha, ide kéne vaknom, de oda nem rakhatom, mert ott a lejárat vagy a zalagút, úgyhogy vakom a másik oldalra kivételesen. Ezt elkészítem, és akkor utána az lesz szerintem, hogy kialakítok itt egy ideglenes bázist, ahova pakolni tudom a cuccokat, mert fent nem lesz baromira biztonságos. Ahogy néz ez ki, így jövök, és itt jön, ha látnék valamit, itt jön a másik létva. Jó, így át tudok jönni, akkor jó lesz. Lehet, hogy kevés lesz a létrám. Ne csináld, hogy csináltam én ezt? Jó, pont elég. Aha, 22 óra. Aha, még egyet kell. És akkor így tudok jönni, és így tudok felmenni. De most fel nem megyek, mert zombik vannak a környéken szerintem. Akkor megvagyok a levezetéssel az épület alatt. Ennél fontosabb nincs is. És betájulom, arra van a hazafelé út, akkor ittem kialakítom a helységet, hogy lássam, hogy most mi hol van, és ládákat lehelyezem, úgyhogy majd jövök, ha ezzel megvagyok. Elkészült az ideglenes bázis, egy kicsikét arrébb raktam, mint az épület, hogyha topzódnak maguk a zombik, akkor néha a bejáratomnál topzódjanak, hanem egy kicsit arrébb. Megcsináltam az ideglenes bázist, ki is pakoltam, az első mindig az egészségügyi és a kaja, második az általános cuccok, harmadik pedig az nyersanyag, negyedik a fegyverzet, a többi még üres. Egyelőre ennyit alakítottam ki. A zalagutat, mivel volt éjszakám, az kettő szélesre alakítottam. Legalább nyersanyagot nyerek és pontokat. Arra jó semmi másra. A létra mellé raktam le kapásból néhány, hát 4 darab ládát, hogyha nagyon sietnem kell, akkor oda ki tudjak pakolni, és majd lent szétszortívozom úgyis. Jó, felnézünk, és akkor most már tényleg lehet lootolni, jobb cuccokat összeszedni. Ide készítettem 2 fákját, hogy azért legyen, hogyha nincsen lámpám, akkor lássak valami minimálisan. Ezt pedig valahogy ide berakom középre. Egyébként a lámpa az be van kapcsolva. Nos, akkor szerintem a csákányom még készül, az nagyon kelleni fog szerintem. Kilútolom az épületet, és akkor meglássuk. Úgy látom, itt is van némi becsapódás. A bejárat, jó. Akkor a lépcsőn menjünk, szerintem ottan megvan, megnéztem mindent. Hát akkor szedjük össze, ami van itt az épületbe. Csináltam néhány fegyvert, például az íjat, 200-as szintű lett a csákányom. De jó, akkor érdemes újakat készítenem. Jó, ezt nem szedem szét egyelőre. Valaki. Jó, úgy látom, ez az első emeletünk. Ó, hát ittem persze, hogy van valaki. Nézzük, hogy működik ez a cucc. Elég jó működik. Há, mit ne mondjak. Lehet használni a kőbunkót is. Kőbunkó. Népnevelő, az a neve. Népnevelő. Itt nem lett volna semmi. Na, ez is ritka. Semmi nincs itt. Aha, népnevelőt be kell vetni, van itt még 2.
Ó, és sikerül megütnie. Ahhoz képest, hogy mennyit kell velük dolgozni, azért adhatott volna valamit. Ezek a dobozok, nem? Nem érdekesek. Itten valami. Semmi. Oké, az első szintünk meg is lesz így. Nem tudom, hogy is volt az, hogy a lépcső vezetett tovább, igen. Mennyi szék? Nyitva. Ó, egy tévé a levegőbe. Frappáns. Könyves polcot azt szeretjük. És jól láttam, hogy motorszerelési kézikönyv. Óha. Az nekünk hasznos lesz, úgy érzem. Milyen jó, hogy van fejlámpa. Aha, innen jöttünk, akkor... haladjunk sorba. Azért sokkal jobb, hogyha Quality Joe az fel van nyomva. Egész jó minőségű cuccokat dobál így. Sokkal kellemesebb. Meg az is, hogy nyitva vannak a... mintha hallottam volna valamit. Aha, az üveg megöl. Nincsen véletlenül? Nincs. Ami egészségügyi doboz. Aha, itt törik. Akkor nézzük meg, itt van halott. Hát azért jobban bent van. Akkor hagyjuk. Végre kaja. A fenek a fájába. Néztem, jó. Aha, ki is jött valahonnan, vagy egy másik. Honnan jött ez? Innen nem. Lehet, hogy ezen nehezen megyek át, akkor az lesz, hogy átütöm magamat az üvegen. Ha már így is, úgy is. Ütött rajta. Ó, 6000-es. Nem mondod. Akkor ez nem is üveg. Üvegnek tűnik. Jó, hát akkor törjed. Akkor van időm. Beugrani akár ide. Páncélszekrény. Valamit széttört. Na nézzük, helyet kell csinálni. Olvas. Ja, hogy ezt már nem tudom, mindig szeretném volna mutatni. Aha, ez pont jó is jött. Ezt el tudom adni, 220. Nagyon helyes. Amit az előbb megtanultunk, az a motor lesz. Az nagyon jó. Mennyi lenne? 250, az akkor még meg is volt, hogy kinyissam. Elég nagy épület, úgyhogy remélem, hogy lesznek itten cuccok.
végre normális cuccokat találok, nem úgy, mint eddig. Na hát ezért, na, jön a repülő is. Na, ha végzek a házzal, akkor szerintem az lesz, hogy a repülőt nézem meg, ha bár nem tudom mennyi ideig tart kilútolni ezt az épületet, azt a rat! De jó, hogy hiányzik néhány blokk. Úgyhogy most vagyunk bajban. És az a baj, hogy be fogok szkeppeltetni mondjuk egy ilyet. És egy ilyet is. És megnézzük, hogy melyik az egészségügyi gyógyító kötszer. Aha, aloe krém kellene. Én úgy tudom, hogy van itten, igen. Aloe lenne. Cserepes növény, ne csináld. Az nekünk nem jó. Szerintem. Pedig ezt is csak így szedi fel. Akkor keressünk aloe valamit. Aloe cuccot. Hát ez most sokat visszavet. Nézzük, hogy állunk. Aha, nem tudok csinálni, mert nem tudom mié. Mert négy kell azért. Még milyen jó, hogy sivatagba vagyok. Közben meg igazából nem is tudom, hogy ezt kellett csinálnom ahhoz, hogy megoldjam a problémát. Szerintem ezzel sokkal nem megyek, először is split kell nekem, de most már megcsinálom. Mi ez a mélyedés? Semmi különös. De most már megcsinálom azt a kötszert, mert azért jó jön. 18. És akkor az a helyzet. Sima kötszer. Most ehhez mit kell nekem használnom? Azt itt mutatja is. Aha, antibiotikum vagy gyógynövényes antibiotikum. Fertőzés 2 óra. Az pedig hosszú lesz. Azt meg kell előznünk, mert ez így nem lesz jó. Törésre meg kell a sima split, ami angolul, magyarul mi is lenne az? Simpója, aha. Ahhoz fa kell, és ragasztószalag, az pedig lent van. Jó, legalább azt csináljam meg, mert akkor kicsit visszanyerem a gyorsaságomat. Most kéne találnom, hogy ne kelljen lemennem találni ragasztószalagot. Pedig le kell mennem, mert az csak lent van. Nézzük, hogy az milyen messze lenne. Aha, az pont olyan, mintha hazamennék. Jó, az egyelőre ott marad. Hát ilyet, hogy leessünk. Ezt nem néztem, de csontot hagytam benne. Jó, akkor mindenképpen le kell mennem. Hát ez hiányzott még nekem, hogy ne haladjak jól. Viszont meg kell szüntetnem mindkét esetet, mert abból baj lesz, ahogy halad az idő. Problémás lesz a dolog. Így még futni se tudok. No, fájdalomcsillapító ehhez nem lesz jó. Sör meg még inkább nem. Akkor úgy kellene nekem, hogy először is ezt megcsinálom. Jó, ha van. És jobb lenne, ha lenne még
több, de nem tudok csinálni. Ezt nem igaz, hogy nem tudom felhasználni. És akkor kell nekünk ez a ragasztó szalag, és így megvan a simpója. Ilyen nevet adni neki. No, akkor ezzel már sokkal jobban vagyunk, gyorsabbak lettünk. Most már csak a... Hol mutatja itt? Akkor most már antibiotikumot kéne találni, vagy mézet. Az egyik sincs itt nálam, sajnos. Na ez sör. Akkor legyen az, hogy tovább kutakodok, annyi időm van szerintem, hogy ne legyen baj. Nem is ezt kellett volna megnyitni. Chili, ez mit jelent? Hidratáció mínusz 5. Eszünk egyet azért, mert vízünk az szerintem amúgy is van. Aha, kiegyenlítődött, akkor tök mindegy. Egy óra fertőzés, két óra. Tehát a fertőzést kellene nekem minél előbb megoldani. Fegyvereket egy helyre rakjuk. Ez mi? Összetett íj. Ja, a többit inkább kivakom, most nem érek rá itten szortírozgatni. Majd később szétdobálom. És akkor menjünk tovább, hát ha találok antibiotikumot, és akkor az megoldaná az összes többi problémámat. Időm talán van annyi. Szerintem ezt meg fel is használom. Addig gyógyít az is. Akkor újra vissza, akkor lőjem már be a dolgokat. Ott, akkor az a lépcső, jó. Hát ez nem sok gyorsaságot kaptam így. De ez is több, mint ami az előbb volt. Lehet, hogy túlmentem. Na mindegy, felmegyek. Lehet, hogy nem. Most újra meg kell néznem, mit néztem meg, és mit nem. Azért jobb, ha benézek. Aha, hát ez itt nem hiányzott ennyire. Akkor először voltam itt, hogy kiszedjem a fegyvereket, ez a rész nem hiányzott. Azokat néztem, úgy tudom. Aha, mind üres. Hát itt nem volt luk. Milyen dolog ez? Itt nem sikerült kiütnie. Hú, akkor nagyon oda kell figyelni, hova lép az ember, mert hirtelen lesznek itten. Lukak a lábunk alatt. Bármikor lezuhanhatunk. Nem sokat fogok én de feljárni, ha ez megy. Jó, most már örülök, hogy van ennyi cuccom, de tabletta kéne. Itt át tudok menni. Nem tudom, hogy ez az lenne, ahonnan jöttem. Na mindegy, akkor is nyitom. Még fa lenne, nem is láttam meg az animációt. Aha, itt voltam, jó, akkor ez volt az az ajtó, legalább tudom. Nem is sok innen. Nem tudom, automatában csak italok vannak, gondolom. Napszemüveg, ez kellett?
Ezek viszont nagyon is kellettek. OK-47 tervrajz, helyes, meg a robbanó nyílvessző. Hát az kevésbé fontos, de jöhet, nem vagyunk ellene. Valaki? Senki. Tablettát adja. Adja. Tesz, hogy nem ad. Valami könyv. Festék, az attól nem kell. Ez már viszont hasznosabb, ahol vagyok. Méz. Nem sör. Pont amikor méz kellene, az nincs, amikor sör kéne, az nincs. Vrencs. Milyen jó minőségű vrencs. Asztarat. Csőfogó. Elég jó minőségbe. Aha, itten gondoltam, hogy nem lesz, de méz az lehetett volna. Habár pénzem sincs, úgyhogy akkor tök mindegy. Krumpli. Gondolom fájdalomcsillapító. Hát, ha olyat veszek be, szerintem semmit nem használ. Vagy legalább csökkenti a hatást, az is valami. Aha. Lassú ez a nyílvessző, azt érzem. Na de jó, hogy nem tudom elérni. Nem tudom, onnan jöttem, vagy ez egy másik helység, igen. Úgy látom, fájdalomcsillapító rohadtul nem lesz. És fogalmam sincs, hogy mennyi időm van, hogy orvosoljam a helyzetet. Itt át kéne menni. Vagy ha már voltam is ott, akkor is legyen valami összeköttetés, mert ez így mi fejszével nagyobbat ütött. 40, 16. Hoff. Vagy nem tudom. Elvesztettem a fonalat. Nem, fejszével nem is nagyobbat. Nem, abszolút nem. Nincsen folyadékom. Na, most egy próba lesz. Aha, nincsen nálam, hogyha sört iszok, az emel nekem a folyadékon. Rohadtul nem. Akkor lehet, hogy megint le kell mennem, ha nem találok. Jó, erre voltam. Igen, voltam. Ide kellett volna mennem. Folyadékkal leszünk gondba. Amint elfogyott, azonnal le kell mennem. Voltam. Nem voltam. Ó, vér. Tasak. Jó, így gondoltam, hogy mintha nem lettem volna. Az SMG lenne. Jönnek a fegyverek.
ezt nem tudom már szerintem. Igen, nem is. Ez pedig MP5, nem SMG, MP5. Akkor azt tanuljuk meg minél előbb. Ez mi? Krizantén. Nagyon kellett. Ja, itt már voltunk. Oké. Okay. Ezt is tudom. Akkor mehetünk egy emelettel fentébb. Ha fel tudnánk menni, persze. Így meg nem. Akkor kihagyjuk a további felmenetelt, és az lesz itt a megoldás, hogy tabletta a dobozban lenni fog, elmegyek a ládáért. Az lesz a legjobb ötlet. Na, miért nem megyek a lépcsőn tovább? És de előtte vizet kell innom, mert folyadékhiányban szenvedünk, és legalább ki is pakolok. Majdnem olyan van, hogy akár haza is mehetnék a föld alatt. De akkor otthon is van tablettám. Hát akkor lehet, hogy haza még inkább sokkal egyszerűbb lesz. Mit akartam? Vizet? Mindenképp. Haza megyek, felevősítem magamat, kigyógyítom magamat ebből a fertőzésből, és akkor jövök vissza lootolni. De ezt viszont nem vesszük fel, csak ha majd visszajöttem és felerősítettem magamat. Ígyunk. Úgyhogy köszöntöm a figyelmet, szevasztok!